Hogy világít a sötétben. Oké. Ezt levágtam. Itt van a main, még a horgonyon felhúztuk, és most már hagyjuk el Porta Santót, és elindulunk Madeira felé. Jó reggelt! Ez az első reggelünk Porto Santo-ba. Egy kicsit hullámzós itt a helyzet. Kicsit rolli, ami azt jelenti. Azt hiszem, hogy a dingit le kell engednem, mert nagyon mozog. Nagyon szűkösen van bent hely a hullámtörő mögött, ezért kiálltunk a hullámtörő mellé, és sokan állnak, amúgy mi körülöttünk. A terv mára az, hogy bemegyünk a marinához, az irodába úgymond, mert elvileg be kell jelentkeznünk a marinába, 6 euró lesz az itt tartózkodásunk per éjszaka, még akkor is, hogyha kint horgonyzunk, de emiatt, hogy kifizetjük, akkor használhatjuk a marinában a fürdőszobát és a mosási lehetőségeket, illetve a marina intéz nekünk COVID-tesztet a helyi kis orvosítatában. Nós precisamos de nos enviem documentação e identificação ou passaporte ou cartão de cidadão e que solicitem os testes de COVID. Têm que se inscrever no Madeira Safe, cada separadamente. Correto, então nós vamos mandar a nossa informação Madeira Safe, vamos mandar a foto do passaporte. Most megyünk először ki a szárazföldre, és az első útunk egy orvosi rendelőbe lesz, ahol csinálnak nekünk egy COVID-tesztet, és épp most levezünk ki, mert most elfordult levenni a motort, úgyhogy marad az emberi energia. Volt a COVID-teszt. Épp a nagy szél közepében vagyunk, már tegnap este óta fúj, és még holnap is egész nap fújni fog. Tegnap megcsinálták nekünk a COVID-tesztet, le is jött az eredmény, hogy negatív, és pénteken megyünk COVID vakcinára, és úgy néz ki, hogy szombaton tovább megyünk Madeirára. Vacsina palacsinta lesz. Épp most megyünk ki a partra mosni, és az első COVID vakcinunkat megkapni. Hosszú nap volt a mai, de megvan az első oltásunk, megvan a mosás, amit megcsináltak nekünk a marinába, kicsekkoltunk a marinából, és holnap mi kivegyünk vásárolni, illetve felrajzoljuk a logónkat, vagy valami nyomot hagyunk majd a
falon, ami itt van a marina mellett, minden hajós rajzol valamit a falra, mielőtt elmegy erről a helyről. A vasárnap pedig átmegyünk Madeirára, ami innen 50 km kb. Szóval egy napos átkelés lesz. Most mi van még hátra? Ugye kimostuk a ruhákat, de még nem szárazak, szóval most szépen körbeterítem a hajót és kiterítem a ruhákat. Jól kicsipeszelem őket, mert ha valami beesik a vízbe. Ennyit terítettem most ki, mert sajnos ennyire futott a csipeszből és elég erős a szél. Nem akarom, hogy elveszítsünk ruhákat. És még egy foszforeszkáló spénk is van. Kész a falrajzunk, és a legjobb része ennek az egésznek az az, ami most már nem is látszik, hogy világít a sötétben. Oké, ezt levágtam. Egy kis frufru, házi készítési frufru. Fent van a horgony, fent van a mén, még a horgonyon felhúztuk, és most már hagyjuk el Porto Santót, és elindulunk Madeira fele. Reggel 9 óra van, reméljük még sötétedés előtt odaérünk, kb. 60 km-re vagyunk az első horgonyzó helytől.